hogy azért nem működnek igazából úgy általánosságban azok a nyitott kapcsolatok, amiket ilyen idealizáltan elképzelünk, hogy tudod, drágám, figyelj, és láttam ki, ilyen cicéje van, stb. megyek, mert valahol ezzel én azt vesztem el, hogy egyrészt ezt a fajta én vagyok valaki számára, így születünk, hogy erre vágyunk, hogy valaki számára mi jelentsük a mindent, és ezzel már nem azt jelentem, egyrészt. Másik oldalról pedig, hogy ebben, ebben az van benne, hogy akkor ma őt jobban kívánod, mint engem. Mm -hmm. És hiába a racionális elménkkel tudjuk, hogy nyilván tudunk lenni bármilyenek, de sokfélék annyira azért, vagy tehát mindig-mindig mások, törekszünk rá, de azért nem tökéletesen sikerül. Na most, amit kérdeztél, bocsánat, itt az elágazásért, hogy, hogy mennyire, mennyire, biológia ez, tehát... A szerelemre mondjuk ezt a két-három évet, azt mondjuk azt, hogy részben cáfolható, de ugyanakkor pedig, hogy, hogy mennyire vagyunk tényleg monogámak, ez való, vagy miért jön például az a hetedik év? Ugye, most nagyon sokszor találkozom vele, szkeptikusok szerint ez mai világunkban egy kicsit összezsugorodott, és már sokkal hamarabb eljön a a bűvös hetedik év, mert, hogyha belegondolunk, ugye, hát ez a több tíz százezer éves biológiánk, sőt, még annál is több, hogy hogy valójában régebben, még annó, amikor itt a barlangok közt kergetőztünk, hogy nem volt nagyon szükség arra, hogy hét évnél tovább tervezzünk. Uh -huh. És ugye, tehát ilyenkor mondjuk azt, hogy a mai kis modern, jól fésült, szépen sminkelt koponyánkban azért egy Kőkori elmelakozik, ami még, amit még azok a, a körülmények termeltek ki. Ugye hát abban az időben, 7 év alatt biztos, hogy elragadta, elrabolta az asszonyt, egy oroszlán megette, vagy a törzs elrabolta. Szóval valami dinamika volt, úgyhogy nem nagyon kellett, hogy megszokjuk. Tehát ez a fajta ilyen monogámia gén, mm -hmm. gén vagy minek is nevezzem, tehát nem nagyon van hosszabb időre programozva. Viszont, és akkor itt megint hadd mondjak valamit, azért nézzük meg, tehát erre szoktam én így ilyen hűség, és mennyi ebből az önkontroll párhuzamára, hogy, hogyha például mondjuk megnézzük a, a homo erectus aminek semmi összefüggése nincs az erekcióval, <laughs> csupán az, hogy felegyenesedett emberünk, hogyha megnézzük, tehát hogy, 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 hogy nézett ki. Tehát ilyen kis lapos homloka volt, tehát ami, ami a leg, leginkább különbözik, uh -huh. tehát hogy nincs olyan, tehát nekünk ugye a, a frontális lebenyünk, lebenyünk, ami a, a döntéshozata, a tervezés, önkontroll hogy ennek köszönhetjük azt, hogy azért tudunk tervezni. Meg pont vele kapcsolatosan mondta azt az egyik kutató, hogy egy időutazás, és mondjuk hirtelen most egy homo erectusunk itt a például itt a szállodába elkezdene bolyongani, kinyitná, rányitna egy, egy csinos, mesztelen hölgyre, mit csinálna? Hát nem kell hozzá nagy fantázia, ugye, hogy hát nagy valószínűséggel nem gátolná le magát. Most ehhez képest pedig mit csinál egy mai ember? hogyha véletlenül, tehát rossz szobában nyit be, vörös fülekkel, sűrű sorokba elnézést kérve kihátrál. Tehát azt, hogy megtanultunk egymáshoz alkalmazkodni. Hogyha belegondolunk, hogyha most itt mindenhol, mindenki rögtön a vágyainak engedne, ezért is nem tudtak még akkor annyira együtt élni az, az emberőseink, hogy akkor mindenhol ennénk, már a, már közértben, és mindenhol szexelnénk. Tehát, hogy igazából ez az, ami viszont, tehát a gyors, rövid távú kielégülést, tehát a döntéshozatal, a tervezés, önkontrollra cseréli.